Welcome all. My name's Stephen. I work here as a bookseller at Passaporta and as a programmer. And I'm very, very happy tonight to welcome you all and our main guest, Mr. Krasnahorkai, who is here on our invitation for the second time. The first time was at the Passaporta Festival in 2015. Hungarian novelist and screenwriter Laszlo Krasznahorkai. His work has been translated into many languages, with recent editions I just saw in Vietnamese, Greek, and Hebrew. As well as having written original screenplays, his novels have been turned into movies as well, with notable collaborations with Bélatar, for instance. In his Paris Review interview, published last year, Mr. Krasznahorkai said he always wanted to write just one book, and that now, with Baron Wenkheim's Homecoming, he has proven this. He has proven he really wrote just one gigantic book, the book of his life. In four parts, Satan's Tango, Melancholy of Resistance, War and War, and Baron Wenkheim's Homecoming. And we are here together to celebrate this oeuvre, but we'll focus, obviously, on the most recent one, as it's not a colloquium, but a book presentation, in honor of the new Dutch translation at Wereldbibliotheek. In Baron Wenkheim's Homecoming, we meet Baron Béla Wenkheim, an aging, somewhat dandy-esque figure, who, having fled his many casino debts in Buenos Aires, where he lived in exile, is now returning to his provincial Hungarian hometown, hoping, among many things, to be reunited with his high school love, Marika. As this is a Krasznahorkai novel, it's not as straightforward as that. What follows is confusion, tall tales, politicians, and hustlers. And there is another central figure, the professor, who leads a hermit-like life, far removed from society, who is more concerned with existentialist philosophy. Here to discuss tonight with Laszlo Krasznahorkai is journalist and critic Marnix Verplanke, who writes for Knak in the Morgen, and Marie Alfoldi, who is the Dutch translator of Mr. Krasznahorkai's novels. Also on stage, translating from the Hungarian to English, is Miss Katja Vazekas. I said that correctly? Okay. And last, but certainly not least, we have an actor and director in our presence, in our midst. That's Mr. Koen de Sutter, known for Shakespearean roles, monologues, and literary adaptations, from Dylan Thomas to Montaigne. After the interview, we will open the bar, and Mr. Krasznahorkai hopefully will sign his books. And now we will begin with the beginning, the very, very first pages of the book entitled Warning. Goedenavond. Waarschuwing. Hij nam een appel uit de fruitmand, wreef hem schoon, hield hem in het licht om te zien of hij overal glansde en bracht hem naar zijn mond, alsof hij erin wilde bijten. Maar hij beet niet. Hij trok hem weg bij zijn mond en begon hem in zijn hand rond te draaien, waarna hij zijn blik over de voor hem verzamelde groep liet glijden, waarna hij de hand met de appel op zijn schoot liet zakken, en na een diepe zucht licht achteroverleunde en na die lange stilte, die hoegenaamd niets betekende, zei hij dat ze hem mochten aanspreken zoals ze wilden, hoewel hij hun aanraadde om hem helemaal niet aan te spreken, want hij zou wel kunnen zeggen dat ze hem met dit of dat moesten aanspreken, maar het zou allemaal geen enkele zin hebben, aangezien hij zich hoe dan ook niet aangesproken zou voelen. U zult mij, sprak hij met een metalige stem, gewoon nooit kunnen aanspreken, want u kunt niet met aanspreekvormen omgaan. Maar voor mij is het voldoende als u enigszins met de instrumenten kunt omgaan, want dat is waar het vanaf nu over zal gaan. Dat u goed met uw instrumenten kunt omgaan. U moet namelijk iets tot klinken brengen. Tot klinken, herhaalde hij met stemverheffing. Met andere woorden, tot leven brengen, lichtte hij toe.
En daartoe moest hij alles weten. Waarbij er nu maar niet op inging dat hij hoe dan ook vanzelfsprekend van alles op de hoogte was. Hetgeen echter ook betekende dat zij... En hij hief zijn hand op met de appel en terwijl hij de appel met vier vingers stevig in zijn hand geklemd hield, strekte hij zijn wijsvinger uit, wijzend naar hen, dat u, heren muzici, mij onmiddellijk alles moet vertellen. U mag geen geheimen voor me hebben, dat is de hoofdzaak. Ik wil alles tijdig weten, los van het feit dat ik herhaal, alles al tot in het kleinste detail van tevoren weet. U mag niets voor mij verzwijgen. Zelfs de allerkleinste futiliteit moet u mij melden. Vanaf dit moment heeft u een zo ongelimiteerd mogelijke rapportageplicht. Ik vraag uw vertrouwen. En hij begon uit te leggen wat hij bedoelde met de uitspraak dat iets, in dit geval dus het vertrouwen, zo ongelimiteerd mogelijk moest zijn. Anders kwamen ze namelijk nergens toe met elkaar. Dit wilde hij hun meteen al bij het begin nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Ik wil weten, zei hij, hoe u uw instrument uit het foedraal haalt en waarom u dat zo doet. En het woord instrument moesten ze nu voor het gemak in de algemene betekenis opvatten. Hij legde uit, zonder nu in te gaan op de vraag wie de viool bespeelde, of de piano, of wie de bandoneon in handen had, of de contrabas of de gitaar. Hij vatte nu alles samen met het woord instrument. Want daar gaat het om, zei hij. Ik wil weten wat voor snaren de strijkers gebruiken, hoe ze hun snaren stemmen. En waarom juist zo? Hoeveel reservesnaar ze in de kist hebben voor de voorstelling? Ik wil weten, en de metalige toon werd sterker in zijn stem, hoe lang de bandoneonspelers en de pianisten hebben geoefend, hoeveel minuten, uren, dagen, weken en jaren, wat ze vandaag hebben gegeten en wat ze morgen willen eten, of ze van de lente houden of de winter, de zon of de schaduw, alles, begrijpt u? Het exacte model van de stoel waarop u zit te oefenen. In welke hoek u de muziekstandaard precies neerzet. En ook van de hars wil ik weten, in dit geval bij de violisten. Waar u die koopt en waarom daar? De domste gedachte die u over de neerdwarrelende harspoeder te binnen schieten, wil ik kennen. Ik wil weten wanneer u uw nagels knipt en hoe. En naast dit alles, zei hij achteroverleunend in de stoel, wilde hij hun aan het verstand brengen dat hij met alles weten bedoelde, en ze moesten hem niet zo verschrikt aanstaren, dat hij zelfs van de meest futiele kleinigheden op de hoogte gesteld wilde worden, waarbij ze ook moesten weten dat hij, die ze in essentie een soort impresario konden noemen, mocht iemand erom vragen, dat hij dus elke stap van hen zou volgen, de kleinste beweging, terwijl hij van tevoren al wist wat die allerkleinste beweging zou zijn, waarvan ze dus verplicht waren verslag uit te brengen. En als zodanig bevonden ze zich dus tussen twee vuren. Kort samengevat. Enerzijds was daar het onvoorwaardelijke vertrouwen en de onbegrensde reportageplicht, en anderzijds de onmiskenbare, maar voor hen lastige en zelfs onoplosbare paradox, en dit moesten ze vooral niet proberen te begrijpen, dat hij alles wat ze hem verplicht rapporteerde al bij voorbaat wist, veel beter dan hij zelf, dan zij zelf. Die contractuele samenwerking speelde zich dus af, vanaf nu af, tussen twee vuren. Een samenwerking waarvan zij moesten weten, dat moest hij er nog even aan toevoegen, voegde hij er nog even aan toe, dat die onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend een eenzijdige en exclusieve afhankelijkheid betekende. U,
zo vervolgde hij, en hij begon de glanzende appel in het stralende licht rond te draaien, kunt met niemand delen wat u mij vertelt. Onthoud dat dus voor eens en voor altijd. Alles wat u vertelt is uitsluitend voor mij bestemd en niemand anders. Waarbij u er onder geen enkele omstandigheid op kunt rekenen dat ik, en hij wees naar zichzelf met de appel in de hand, na dit voor u alles bepalende gesprek, wat dan ook aan u zal vertellen of uitleggen of toelichten of herhalen. Zodat u er dus goed aan doet nu naar mijn woorden te luisteren. En ik maak nu een grapje, alsof u onze lieve Heer zelf hoort, die gewoon van u verwacht dat u weet wat u in een gegeven geval moet doen. Weet ik veel, zuig het maar uit mijn duim. Maar dit is zoals het is. En u mag geen fouten maken. En de metalige stem dreunde nog onheilspellender. Fouten zijn er eenvoudigweg niet, omdat ze niet mogelijk zijn. Alle aanwezigen, meende hij, waren in staat om dit te accepteren, al wilde hij natuurlijk niet beweren dat de samenwerking vanaf het moment dat hij één keer, nu dus, helder en gedetailleerd de werkelijke inhoud ervan presenteerde, hun veel plezier zou bezorgen. Van plezier zou geen sprake zijn. Ze konden het beter nu meteen als lijden beschouwen. Want daarmee zouden ze beter af zijn als ze niet aan plezier dachten, maar al vanaf het allereerste begin aan lijden, aan bloed, zweet en tranen. Want hun stond inderdaad leed te wachten. Bitter, uitputtend, ellendig werk, waarmee ze binnenkort als enige prestatie van hun ensemble, weliswaar ongewild, datgene waarvoor ze waren ingeschakeld zouden inpassen in de schepping. Dus fouten maken was hier niet mogelijk. Er werd niet gerepeteerd of voorbereid, niets van laten we opnieuw beginnen en dat soort dingen. Dit is geen milonga waar jullie vandaan komen. Hier moet je meteen weten wat je te doen staat. En hoe misleidend die woorden in essentie ook waren, zelfs bij de oppervlakkige formulering waarvan hier sprake was, ze deden tenminste niet geheimzinnig over het bloed, het zweet en de tranen en de vreugdeloosheid waarover hij al gesproken had en die hun ten deel zou vallen. Wat ze gingen doen, zou hun geen genot verschaffen. Want wat stelt u individueel nu eigenlijk voor? Een zootje krassende lawaaimakers bent u, die allemaal ieder voor zich klungelen op die instrumenten en geen enkele invloed hebben op het geheel, in dit geval de productie die zal worden opgevoerd. U kunt namelijk op geen enkele manier naar uzelf herleiden wat u samen betekent. Anders gezegd, ze moesten dus onder ogen zien dat ze met het geheel helemaal niets te maken hadden. Dat kwam op de een of andere manier vanzelf tot stand wanneer zij zich volledig aan de overeenkomst hielden. Joost mag weten hoe, maar het zou tot stand komen. Hij wist nu al, om het nu nog eens te zeggen, dat het zo zou gaan, want het moest zo gaan. En ze konden er het beste maar in berusten en geen vragen stellen. Bijvoorbeeld hoe het mogelijk was als ze ieder voor zich klungelaars waren, dat het geheel dan iets totaal anders was. Op die vraag was hij niet bereid te antwoorden, zei hij met vermoeide arrogantie. Nee, want het ging hun niets aan. Ze moesten er maar in berusten dat ze in werkelijkheid met hun geklungel, ieder apart, niets bijdroegen aan het geheel. Iets anders hoefden ze niet in hun hoofd te halen. En dit moest ook genoeg zijn. Ze zouden hem kwellen als ze een antwoord probeerden los te krijgen. Want hij werd al met afkeer vervuld door het idee dat hij bij dit gezeur keer op keer eraan moest denken hoe ze die strijkstok over de snaren konden laten gaan of op die toetsen konden rammen zonder ook maar iets van het geheel te begrijpen. Want het geheel
dat steeg boven hen allemaal uit. Hij kreeg al koude rillingen, moest hij eerlijk zeggen, als hij dacht aan de mogelijkheid van hun meelijwekkende gehengel naar antwoord op de vraag in hoeverre hun individuele prestaties werden overstegen door het geheel. Daar moesten ze het nu maar niet over hebben, zei hij hoofdschuddend. Ook al zag hij helder met wat voor figuren hij, hoe treurig of beter gezegd lachwekkend dat ook was, moest samenwerken. Uiteindelijk zou het tot stand komen en zelfs vanaf het begin klinken zoals het volgens de verwachting moest klinken. En oproer, klonk het plotseling zacht. Zelfs maar vage plannen tegen mij of voorstellen waarin het verlangen naar voren komt om iets anders te doen dan ik wil, daar moet u niet over durven dromen. U moet het uit uw hoofd zetten of daar in elk geval uw best voor doen. Want het loopt slecht af als u dat zou proberen. En dit is een waarschuwing. Weliswaar geen goed bedoelde waarschuwing, want u mag hier slechts één wijs spelen. En ook dat op slechts één manier, waarbij ik, en hij wees naar zichzelf met de appel in de hand, beide elementen van de samenwerking bepaal. U, heren, zult musiceren zoals ik het aangeef. En u moet me maar geloven, want ik spreek uit ervaring, het is niet de moeite waard om tegen mij in te gaan. Het heeft gewoon geen zin. U mag erover fantaseren als het ooit anders zal zijn, dat het ooit anders zal zijn, als ik er maar van weet. U mag ervan dromen, als u het mij maar bekent. Want het zal nooit anders zijn. Het zal altijd zo zijn, zolang ik van deze productie, ja, laten we bij deze term blijven, de impresario ben, zal ik bepalen wat er gebeurt. En dat zolang is de eeuwigheid. Want ik contracteer u voor één enkele productie, die voor u in deze hoedanigheid de enige mogelijke productie is. Voor u is namelijk elke andere productie op dit niveau uitgesloten. En er is dus geen daarna en daarvoor. En afgezien van het notoir schamele honorarium, is er ook geen enkel beloning. Uiteraard, er zal dus geen vreugde zijn en geen troost. Als we klaar zijn, dan is het klaar. En dat is het. Maar ik kan u verklappen, verklapte hij nu. En de metalige stem leek een beetje milder te klinken. Dat er ook voor mij geen vreugde en geen troost. Ik bedoel niet alleen dat het me eigenlijk geen barst uitmaakt of er vreugde en troost zullen zijn, of wat u na onze overeenkomst denkt, voelt of doet en hoe u uw beklagenswaardige deelname zult uitleggen en wat u uzelf allemaal gaat voorliggen, dat bedoel ik dus niet alleen, maar ook dat ik hier zelfs geen plezier aan beleef en mijn beloning ook niet tegenover datgene staat wat we hier productie noemen. Die moet namelijk plaatsvinden omdat ze nu eenmaal zal plaatsvinden en dat is alles. Ik houd niet van u en haat u niet. U mag van mij allemaal kruperen. Als er iemand uitvalt, komt er wel een ander voor in de plaats. Ik zie van tevoren wat er gaat gebeuren. Ik hoor van tevoren wat er zal klinken. En het gaat plaatsvinden zonder vreugde en troost. Opdat zoiets nooit meer zal plaatsvinden. Ik ben dus ook niet blij als ik samen met u, heren muzici, op het podium verschijn. Ik zal geen greintje geluk voelen als alles uitgevoerd wordt volgens de bestelling die tot stand gekomen is door een mogelijkheid. Want, en dit wilde ik u nog ten afscheid zeggen, ik houd niet van muziek.
Dus ook niet wat we hier met z'n allen tot stand gaan brengen. Ik ben degene die hier slechts toezicht houdt. Ik ben degene die niets schept, alleen voorafgaand aan elke toon aanwezig is. Want ik ben degene die alleen maar wacht tot het in Gods naam eindelijk allemaal is afgelopen. Good evening. When I was listening and reading the warning, I thought, well, this is the only time in the novel that we hear the writer. Am I right? Nem lesz könnyű, hogyha jönnek ezek a kérdések már az elején. It's not going to be easy if your questions are this difficult from the beginning. It's the only difficult one. Én nem találom olyan egyértelműnek a közöset. I don't find it that obvious to say that. Én egy szelíd ember vagyok. I am a very docile person. Nem is tudnék ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen agresszív módon bánni egy zenekarral. I would not be able to treat a group of people in this aggressive way. Vagy ilyen fensőbbséggel, ilyen, hát ilyen, olyan fajta elhivatottsággal, amikor az ember úgy érzi, hogy minden az ő kezében van. Or being convinced totally that everything is in one's hand and to treat this group of musicians with this oten attitude. Mert egyszerűen más a viszonyom a szavakhoz. Because my relationship to words is different. Tulajdonképpen ők határoznak meg engem. It is them who define me. Nem én keresem ki őket, hanem ők keresnek ki engem. I don't look for them, they look for me. Ilyen módon a viszonyom a szavakhoz nem egészen ugyanaz, mint a magát impresszáriónak nevező figurái. So my relationship to words is not the same as the relationship of this character who calls himself the impresario to a musical notes. Úgyhogy rövidre fogva a válaszomat. To make it short. Én inkább úgy nevezném ezt a, ennek a kis warningnak a főhősét, hogy Lucifer. I would just call the main character of this warning as Lucifer. Okay, I'll ask another question. But the second thing that kind of struck me when I started reading your book after this warning was that obviously you don't like full stops. I mean, obviously, yeah, it's true. So what's wrong with them? Nekem csak problémáim vannak, tehát nem tudom azt mondani, hogy nekem ez a problémám. Pontosan kizárólag problémáim. I only have problems in plural, so I can't tell you which is my problem with full stops. I have problems with full stops. Csak problémáim vannak. And only problems. Ráadásul a többes szám is az én esetemben megengedhetetlen, pontokról beszéljünk. And to talk about full stops in plural, it's unallowable in my case. Én azt gondolom, hogy hogy csak egy pont lehet egy műben. I think in one work of art there must be only one point. Azt se én teszem le. One full stop, and it's not me who is deciding where it is. Na, valaki más. It is someone else. Arról van szó, hogy hogy nem nincs nekem semmi bajom a ponttal, komolyra fordítva a szót. To be more serious about this, I don't have any problems with full stop. Egyszerűen csak arról van szó, hogy én, engem nem győzött meg az a szokásjog. It's just that I am not convinced by these habits,
basically. Hogy azt olvassuk könnyen, ami rövid, szabatos mondatokra van törtelve. These reading habits that we have, that we only read the concise, well-formulated sentences well. Ez olyan erősen nyomja az irodalmat is, ez a kényszer, hogy csak akkor leszel egyszerű, olvasható és természetes, hogyha rövid, szabatos mondatokba fogalmazol. This is weighing very heavy on literature, that they tell us that you will only be concise and you will only formulate your whatever you want to say well, and you will only be understandable if you structure your text in these short sentences. A könyveimben olyan alakok kéreckednek be a valóságba, vagy a könyveimen keresztül olyan alakok kéreckednek be a valóságba, akiknek van valami fontos elmondani valójuk. Through my books, there are characters who demand to be let into reality, and these characters have something important to say. Mindannyiunkra tulajdonképpen egy mondat van bízva, csak nem pontosan tudjuk, hogy melyik az az egy mondat. Every single one of us has one sentence entrusted to us, but we don't know exactly which. Jönnek ezek az alakok, és bekéreckednek a létezésbe, amit szavakon keresztül biztosíthatok nekik. These characters demand to be let into existence, into reality, which I can provide them through words. És valami nagyon fontosat el akarnak mondani. Nem fognak rövid, szabatos mondatokat mondani. And they have something very important to say. They will not communicate in concise, well-formulated sentences. Hogyha én 20 évig hallgattam arról, hogy szerelmes vagyok önbe, és direkt nem mutatok senkire, hallgattam, nem mertem megszólalni, de hirtelen kitör belőlem. If I had been silent for 20 years about loving someone, and I'm not pointing at any of you, and I have been in love, and I was silent about my love, and then it bursts out of me. Nem fogok rövid, szabatos mondatokban fogalmazni. Egész biztos nem. I am certainly not going to put it into short, concise and well-formulated sentences. Szerintem ön sem. And I assume that you won't either. És akkor a példa még csak arról szól, hogy I loved you, én szeretlek téged. Ugyanez a helyzet még súlyosabb, hogyha I hate you. And this is only about I love you, but the heavier and more difficult thing is to say I hate you. Nem fogok rövid, szabatos mondatokban, nem foglak téged elküldeni a francba rövid, szabatos mondatokban. I cannot tell you to go to hell in concise and well-formulated sentences. Egyszerűen ez kirobban, és csak vesszőket lehet tenni. Nincs helye a pontnak egyszerűen, nincs helye. It's an explosion, and you can't put full stops, you can only put commas. Szóval a lényeg, hogy ezt a rövid, szakaszos fogalmazást érzem én mesterségesnek. So I feel that this sort of text formulation is artificial. És pont ezt a nagyon szokatlan, de hosszú mondatos szerkesztést érzem természetesnek. And I feel that my unusual way of formulating sentences, which are longer sentences, this is what I feel natural. Van abban valami elbizakodottság, hogy az ember ilyen rövid, szabatos mondatokat használ. There is some sort of overconfidence in using concise and well-formulated sentences. A hosszú mondatos fogalmazás az sokkal, hogy is mondjam, demokratikusabb, liberálisabb. Using these long flowy sentences is more democratic, more liberal, so to speak. Szabadabb. It's a freer form of expression. Semmi köze nincs a belső monológhoz, mondjuk a Joyce-éhoz és hasonlókhoz. Mind you, it has nothing to do with the internal monologue, such as Joyce's work. Ez nem egy irodalmi technikai kérdés a számomra. For me, this is not a question of literary technique. Nem, egyszerűen azért használom ezt a fajta hosszú mondatos szerkezetet, mert valami fontos mondani valóm van nekem is. I use this long sentence structure because I have something important to say as well. És hogyha csak egyetlen mondatot használni hatnék egy könyvben, akkor abban biztos lenne, benne lenne az az egy mondat, ami rám van bízva. And if I was allowed to use only one sentence in one book, I would definitely make sure that my one sentence that I have to say would be in that. Törekszem erre, az egymondatos könyvre. And this is toward what I am striving. I'm trying to get there. Mm-hmm. But also, well,
by the way, you write very musically. I mean, well formulated, well thought out sentences. It's not just, well, I'll put a comma instead of a full stop. It's much more. It's flows, and it's well, I must say, for me, it was kind of a very special experience, because you come into kind of trance when you read the book, and when I first opened it, I thought, wow, that's a lot of letters on the page. But then you get into it, and before you know it, it's gone. So I mean, this flow is fantastic. I mean, yeah, what's my question? Yeah, the question is actually, hogy miért lehet szép ez a hosszú mondatos szerkesztés? Hát azért, mert ami én rám van bízva, az, hogy deszkribáljam mindazt, amit a karakterek rám bíztak. If you are asking why this long sentence structure might be beautiful or can be beautiful, is because my job is to describe or basically write down what these characters are saying to me or to you. És amit én csinálok, az természetesen egy olyan szavakból összeálló világ, amely megpróbál perfekt módon szép lenni. I am creating a world which is made up of words, and it's trying to be perfectly beautiful. Tudnék, azt már elárultam önnek korábban, és most megismétlem, hogy én eredetileg nem terveztem azt, hogy író legyek. I have told you previously, and now I will repeat it, that I have not planned to become a writer. És nem akartam megírni csak egyetlen könyvet. I only wanted to write one book, one single book. Egyáltalán nem akartam, csak író lenni, semmi sem akartam lenni. And it's not just that I didn't want to become a writer, I didn't want to become anything at all. Meglehetősen aszociális voltam és maradtam. I used to be, and I still am, quite asocial. De és ennek az egyetlen könyvnek az lett volna a célja, hogy azokat a karaktereket és azokat a sorsokat, amelyek ők hoznak, azokat a valóságba írjam át. And the purpose of this one single book would have been and is to transpose and write the fate of these characters into reality itself. Igen, és ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz a szavaknak, amelyek megidézik, és amelyek tulajdonképpen a filtert jelentik, ahhoz, hogy ez az átlépés a fikcióból a realitásra megvalósuljon, ez a filter csak egyféle lehet, perfekt és szép. And for this to happen, we need a filter which allows them to pass from non-existence to the fictional reality. And this filter can only be in one way, and this must be perfect. Ha arra gondolnak, hogy a valóságból is csak egy van, akkor könnyen megérteni, hogy én is miért akartam csak egy könyvet írni. If you think that there is only one reality, you might understand why I wanted to write only one single book. A valóság hiba nélküli, olyan, amilyen, tökéletes, perfect. Reality is without mistake, it is perfect. Tehát ennek az egyetlen könyvnek is perfektnek és szépnek kellett lennie. And thus this book had to be perfect and without mistake as well. Úgyhogy a legnagyobb összeomlást az jelentette életemben először, amikor megjelent ez az első könyvem, és rájöttem, hogy ez a könyv egyáltalán nem tökéletes. And the first and biggest collapse of my life in my life has been when my first book was published and I realized that it was not perfect. Úgyhogy kétségbeesésemben azt mondtam, hogy hát több lehetséges megoldás van, az egyik az, és ezt választottam, mégis megpróbálom még egyszer. In my despair, I weighed my options, and finally I chose the option of trying again. És megpróbáltam még egyszer, és megírtam, és ugyanaz történt. So this is what I did, I wrote the book again, and the same thing happened again. És aztán megtörtént harmadszorra is, negyedszerre is. And it happened a third time and a fourth time. De akkor már egy lejtőn voltam.
But this has already been a downhill by then. Párhuzamosan a morális gyengeségem fölismerésével. Which was parallel basically to the discovery of my moral weakness. És amikor leértem az aljára. And when I got to the bottom of this slope. Na, akkor már úgy hívtak író. Then I was already called a writer. Yes, but now you said that this is the book, the novel you wanted to write. I mean, if I just think logically about what you said, there should be a fifth one. Four, I think. Yes, but this isn't perfect. Nothing's perfect. So, but the reality is perfect. Yeah. Well, isn't this kind of perfectionism the guarantee to be unhappy for the rest of your life? Not in nem a hétköznapi értelemben perfect. Persze. Not in the everyday sense. I'm not striving for perfection in the everyday sense. Hanem abban az értelemben, ahogy próbáltam ezt levezetni. Ahogy a valóság az, ahol minden úgy van, rendben, ahogy van. I wanted perfection as I demonstrated it in the case of reality. In reality, there are no mistakes because everything is as it is. A valóság az azonos önmagával, nem lehet más, nincs benne hiba. Reality is self-identical. It can't be any different. There are basically no errors in it. Ha egy kicsit is kíváncsi vagyok, már pedig én nem kicsit vagyok kíváncsi, hogy mi az a valóság, akkor meg kell próbáljam imitálni egy esztétikai térben. If I'm a little bit curious, and I am more than a bit curious, so if I want to know what reality is, then I have to imitate it in an aesthetical space. Mm-hmm. Yeah. You're also a very modest writer, because if you ask a writer where does your book come from, he shall say, I made it up. I invented all the characters. And you say, well, the characters come to me. Yeah. I'm just, well, kind of the hand. Mm. It's only my hand that writes it. And, mm. and is this, I mean, just metaphor? Or? No. Nem mondom, hogy nem kezeltek emiatt. I don't say that I haven't been treated for this. De egy pillanatra próbálja elhinni, hogy tényleg zsong egy hatalmas tömeg a valóságon kívül. But for a second, try to imagine that there is this huge crowd outside of reality who is making so much noise. A maguk módján tökéletlenek. And in their own way, they are imperfect. Mert hogy nincs létezésük. Because they don't exist. De nagyon, és ezért nagyon szeretnének belépni a létezésbe. And for this reason, they really want to come into existence. És állandóan keresik azt a valakit, aki be tudja vezetni őket, és megtalálja a helyüket a valóságban. And they keep looking and looking for the person who can let them into reality. And show them their place. Gondoljon arra, hogy Miskin Herceg az nem egy könyv szereplője önmagában. Take the example of Prince Mishkin. He is not a personage, a character in a book. Azóta, hogy Dostoyevsky megírta és bevezette a létezésbe, azóta Miskin Herceg itt van. Since he was written by Dostoyevsky and let into existence by him, Prince Mishkin has been with us. Része a valóságnak. And he is part of reality. Ezt a fikció szónak ez a teljes félreértése. I think it's a misunderstanding about the word fiction. Ha zseniálisan van megcsinálva ez az egész folyamat, a transportáció, akkor Mishkin él örökre. If this process, the transposition of the non-existent into the existent, is done with congeniality, then Prince Mishkin will live forever. Forever, bármit is jelentsen ez. Whatever forever means. Yes, this is very philosophical, you know. I mean now, where is this? As ijesztő. Is this scary? A little.
menjek egy kicsit arra? Should I go a bit further? No, because well, the way we are talking, it sounds as if the book is a bit scary and very serious, but it's also very funny. And this is what I kind of liked about it. You talk about it. I mean, the humor in it. What's the use of it? And where is? Why is it there? I mean. What's the question? So, I noticed that your first books weren't this funny. Mm-hmm. You've become more humorous, and I mean, it's a very fine kind of humor, it's a very dark humor as well. Mm-hmm. So, why is this? Has this humor over the years kind of grown and changed, flourished? Van különbség a között, mondjuk az első könyvem, a Sátántangó és a Barom a Weggheim hazatér könyvem között, abban az értelemben, a humor értelmében is, még a Sátántangó, tehát az első kudarcom karakterei, azok tulajdonképpen a tragikus stupiditásuk miatt humorosak. There are differences between my first failure, Satan's Tango, and the last book, Baron Weggheim's Homecoming. For example, because the first book's characters are humorous because of their tragic stupidity. Még a Baron Weggheim hazatérben ezek a karakterek, ezeknek a karaktereknek a komikus voltát az jelenti, hogy nagy részt az jelenti, hogy sokkal esendőbb oldalukról jelennek meg. Whereas the comical side of the characters in Baron Weggheim's Homecoming is represented by their fallible nature. Tehát itt van például egy neonáci motoros banda vezér. For example, there is a chief of a neo-Nazi motor band, motor group. Akinek van egy öccse. And he has a younger brother. Könnyű eldönteni, hogy melyik szörnyűbb figura. It is easy to decide which one of these two characters is more terrible. Az öccs. The little brother. De amikor megölik az öccset. But when he is killed. Akkor a szörnyetek bátyjában egyszerűen olyan veszteségtudat jön létre, ami teljesen emberivé teszi. Megrázza, megrendíti az öccse halála. The loss of his monster of a brother makes him more human. He's completely shaken by his little brother's death. Meg hát van abban az értelemben is különbség az első könyv és a Baron Weggheim könyv között, hogy még az első könyvben volt olyan központi alak, akinek még én is hittem, aki abban hitt, hogy úgy tudja megakadályozni a pusztulást, hogyha a pusztulás előtt a dolgokat még leírja, megörökíti. Another difference between the two books is that in the first book, in Satan's Tango, there was a character that I believed, and he believed, that he could avoid destruction by immortalizing things right before destruction happens. A Baron Weggheimben egyáltalán nincs ilyesmi. Ez nem egy romantikus szemléletből megírt mű. In Baron Weggheim's Homecoming, there is no such thing. I did not. This book was not written from a romantic perspective, romantic literary perspective. Itt egyetlen hősnek sem lehet hinni. Here you cannot believe any of the heroes or characters. Részben meg lehet nekik bocsátani. You may forgive them partially. De ez a maximum a részvétnek, amivel egy olvasó, vagy akár én, aki csak leírtam, megfogalmazhatja őket.
But this is the maximum level of empathy that a reader or I who described them can approach them. Ebben a báróvenkelyben, ugye fölfoghatjuk úgy is, mint egy szerelmi történetet, úgy is, mint egy krimi regényt, vagy thrillert, úgy is, mint egy filozófiai eszmefuttatást. De alapvetően a karakterekben voltak éppen csak a tragikus voltuk komikus elemét lehet érzékelni. This book, a hiába valóságuk komikus elemét inkább. Baron Wangheim can be interpreted as a romantic love story, as a crime story, as a thriller, as a philosophical essay, but in principle it's the tragic element of the futility of these characters, and that the comical side of that can be highlighted. Még az is komikus, amikor arról beszélek, hogy ezek a hősök, meg egyáltalán mi, akik szintén benne vagyunk ebben a regényben, annyira fölöslegesek, annyira hiába valóak. When we speak about the futility, the uselessness of these characters who are in this book or ours, even that is comical. Megszületünk, csinálunk valamit, eltűnünk. We are born, we do something, and then we disappear. És közben olyan bazi nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy mi mit műveltünk itt a két pont között. And in the meantime, between these two extreme points, we are so self-important, we think that it's so important whatever we do. Úgyhogy most öregen, hajlott koromban, már én is úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az egyetlen, amivel meg lehet közelíteni az emberi világot, az csak a részvét. So now, when the years are weighing on my back, I think that the only way to approach human beings is empathy, through empathy. Nem azt mondani, hogy ez így van, az úgy, nem ítélkezni, mint ahogy a Sátán tankóban ez történik például. Not to judge, not to say that this is like this and that is like that, not to do what they are doing in Satan's tango, for example. Részvétel lenni irántuk. Az az egyetlen állapot, amit én magamnak el tudok képzelni. Empathy towards them, and this is the only state that I can imagine as justified for myself, for example. Tudja is, ahogy most gondolok ennek a regénynek a karaktereire, és tényleg gondolok, bár a legkisebb figurára is, vagy a legkevésbé kiemelkedő figurára is, mondjuk egy kínai, öreg kínai boltosra. And now I'm thinking about the characters of this book, and I'm thinking about every single one of them, really, even the least important one. For example, the old Chinese shopkeeper. Aki először éjszaka kopogtatnak nála, és először azt hiszi, hogy hivatalos emberek jönnek ellenőrizni a számlákat. They knock on his door at night, and first he thinks that it's the authorities that are coming to check his invoices. Aztán kinyitja az ajtót, meglátja őket, látja, hogy nem erről van szó, és azonnal azt mondja, minden van. And then he opens the door and he sees that it's not the case, and then he says, we have everything. Szóval erre az emberre úgy gondoljak, mint egy szélhámosra? Nem. So should I think about this person as a crook? No. Úgy gondoljak rá, mint valaki, aki olcsó vacakokkal kiszedi a pénzt az emberekből? Should I consider him as someone who is trying to get money out of people by selling crap, cheap rubbish? No. Ez egy kedves bácsi. This is a nice old man. As is the Baron, of course. Ja, mint a báró, igen. Bizonyos értem, ő is csak ő egy nagyobb volumenű. As is the Baron, of course, in a certain sense, but he has a higher perspective. Elsősorban azért, mert a szituáció, a közeg azt várja tőle, hogy nagy szerepe legyen. Essentially it's because of the circumstances and the context. It's the context that expects him to be bigger. Tudnék, arról van szó, nagyon friss a könyv, tehát nyilván nem tudják, hogy egy kisvárosban, amely teljes deprimált korszakát, végóráit éli,
hirtelen elterjed, hogy a város egyik szülötte, aki nem tudom én hány évtizeden keresztül Buenos Airesben élt, és nagyon gazdag és arisztokrata báró, az visszatér, és azt a mérhetetlen vagyonát, ami van, azt nyilván szét fogja osztogatni. You might not know because the book is quite fresh, but the story is about this small town, very depressed, it's living its last days on its last legs. And all of a sudden, this news starts spreading about a baron, which who is actually who was born in this small town, but lived his life in Buenos Aires, and has an enormous amount of money, and he's coming home, and he's obviously going to distribute all his riches among the inhabitants of the city. Most az már más kérdés, hogy mi történik, tehát nyilvánvalóan egy vasa sincs. Vagy előbb-utóbb nyilvánvaló lesz, hogy egy vasa sincs. It's another question what really happens, because sooner or later it will become obvious that he doesn't have a penny to his name. De a lényeg az az, hogy ő pontosan ugyanolyan, hát hogy is mondjam, súllyal vesz részt a létezésben, mint a kis öreg kínai árus bácsi, csak éppen az elvárásokkal, vele szemben támasztott elvárások miatt emelkedik nagyobb jelentőségre a könyvben is, és a valóságos térben is. But the important thing that we have to see here is that his importance and his weight in existence is equal to that of the small Chinese guy. The only difference is that the expectations towards him are making him or pushing him to be bigger. És ha már itt vagyunk, akkor tulajdonképpen arról van szó röviden a könyvben, hogy ez a kisváros, ennek a kisvárosnak, a benne élő embereknek nem az igazságra van szüksége, hogy most megjöjjön valaki és elmondja, hogy mi a helyzet valójában, hanem arról van szó, hogy ők azt akarják, hogy jöjjön valaki, aki miután szétosztotta a vagyonát, ezzel, hogy szétosztja a vagyonát köztük, ezzel tulajdonképpen hazudjon nekik arról, hogy van értelme, majd a pénz az segít. What the people of this small town need is not someone to come among them, descend among them, and tell them the truth, what the situation really is like. What they need is to think or to hope that someone will come here, and after having distributed all his riches among them, he will prove that money solves everything. És hogy volt értelme várniuk. And that there was a point in waiting. És majd ő megmenti őket. And that they will be saved by him. Hát ez nem történik meg. And well, this will not happen. Ennyit a könyvről. A lényeg, hogy nekünk tulajdonképpen velünk ugyanez a helyzet. So much about the book. But it is the same, the situation is the same with us. Mert nekünk sincsen szükségünk az igazságra, hogy valaki ezt megmondja. Mi is pontosan tudjuk, mi a helyzetünkre vonatkozó igazság. We don't need truth, we don't need to be told what the truth is, we know what the truth is. A legbutábbnak tekintett ember is tudja, hogy mi a rá vonatkozó igazság. Even the dumbest person knows what truth is about him. Nem, mindannyiunknak arra van szüksége, hogy valaki odajön és hazudjon nekünk. What we all need is someone to lie to us. Nekünk nem profétákra van szükségünk. It is not prophets that we need. Azokat elküldjük a Koponyahegyre. Because we send them away to the hill of the skulls. Nem, nekünk hamis profétákra van szükségünk. We do need false prophets. Mi erőltetjük a létben, hogy legyenek hamis profétáink. We force reality to give us false prophets. Nagyjából többek között erről szólnak a könyveim, és erről szól a Baron Wenckheim is. Among other things, this is the topic of my books, and this is what Baron Wenckheim is about. Mm-hmm. Yep. But if I listen to this, then I think, well, you have these false prophets who promise everything, and they say, well, we'll make you rich. And so this Baron Wenckheim is a kind of politician. No. That's what politicians do. Nem, a politikusok én nem nagyon kedvelem, úgyhogy olyanokról meg nem nagyon írok, akiket nem nagyon kedvelek. I don't particularly like politicians, and I don't write about people that I don't particularly like. Egyszer kihallgattak egy rendőrségen még a kommunizmus alatt. Once I underwent questioning by the police during the communist era.
ahol azt akarták bizonyítani, hogy én antikommunista akciókban veszek részt. And they wanted to prove that I participated in anti-communist actions. És mindig tiltakoztam, hogy dehogy veszek én részt antikommunista akciókban, én csak írok. I always told them that I don't partake in anti-communist actions, I only write. Igen, de maga antikommunista könyveket ír. Yes, yes, but you write anti-communist books. És akkor mondom neki, hogy de ugye nem gond, akkor elvesztettem a türelmet, és akkor mondtam neki, hogy nekik, hogy csak nem gondolja, hogy olyan emberekről, mint maguk, én írok. At this point I lost my patience and I asked them, you don't seriously think that I would write about people like you? Hát mivel éppen arról volt szó, hogy útlevelet adjanak, nem kaptam útlevelet. So this questioning was about, this hearing was about giving me a passport and obviously I didn't get it. De tényleg erről van szó, hogy ebből a szempontból bármikor feladjuk a még a méltóságunkat is, csak kikényszerítsük egy ilyen hamis profétából, hogy mondjon valamit, ami biztató. But coming back to our original point, we give up everything, even our dignity, if we are able to force a false prophet to tell us something to which we can cling and that will give us hope. Jó esetben csak a javainkat veszi el, akár anyagi vagy szellemi javak ezek. In the best case scenario, he will only take our riches, be it financial or material riches or mental ones. A legaljasabb verzió az, amikor a méltóságunkat veszi el. The lowliest version is when they take our dignity away. Mert abból indulunk ki, hogy minden egyes embernek van méltósága. Because our point of departure is that every single human being has dignity. És abban megsérteni, abban megbántani valakit, főben járó bűn. And to take away that or hurt that is the biggest crime. A büntetés sajnos túl későn érkezik általában az ilyen bűnökre. Unfortunately, these capital crimes are punished too late. Sőt, nagyon gyakran elmarad. Or not at all. Mm-hmm. Yeah. You can say that you don't write about politics, but you have the mayor of the city. Yeah. And at one time, in the local paper, is going to be published a very long article about what's wrong with Hungarians. And then he says, well, we are completely in favor of the free press, of course, but shouldn't we take care with this article? And then, I mean, this is some people in Hungary could see it as a comment on actuality or something. Ez e pillanatban ma élő magyarokról szól ez a kiruhanás. This outburst is not only about Hungarians living now in current times. Hanem etol, szóval az általában a magyarokról szól. It is in general about Hungarians. Természetesen egy dűből írott szövegről van szó, amit föltehetően a regény egyik hőse követett el, de dűből írt szöveg. Obviously, it is a text that was written in anger, probably by one of the characters of the book, but it is anger that provoked it. Csodálom, hogy nem vették el a magyar állampolgárságomat, ez kétségtelen, hogy megérdemeltem volna. I am undoubtedly surprised that nobody has taken away my Hungarian citizenship. I deserved it, I would have deserved it. Ha megértették volna, hogy miről van szó. If they had understood what I was on about. Minden pillanatban félek tőle, hogy egyszer csak jön egy ember, aki megérti és visszavonja. Every second I am afraid that there will be someone finally who understands and they will take it away. Soha nem lehet kizárni. You can never be sure. Ez egy nemzetgyalázás. Csak azoknak mondom, akik nem ismerik a könyvet. Because this is about vilifying the nation. I'm only talking to the people who haven't read it yet. A nemzet karakter gyalázása. It's the vilification of the national character. És akkor még csak a magyarokról írtam. And I have only written about Hungarians yet.
Yes, you also have a German nationality. Yeah. So. Let's go. Let's go. Yes, that's what I mean. Elég volt ennyi. No, I think it's enough for now. And how was the novel received? I mean, did you get comments on it because of this? You might say not political stance in it. Számomra ez az egész nemzetkarakterológia, amit ott a könyvben lehet olvasni, ez nem egy politikai gondolkodásnak az eredménye. For me, this part about the national character it's not the result of thinking in political terms. No, ez inkább egy, hogy mondjam, erkölcsi értelmet megsemmisítése a magyaroknak. It's more like a moral destruction of Hungarians. De el kell áruljam, hogy én is magyar vagyok. But let me tell you, I'm also Hungarian. Tehát mindaz, ami ott van, az rám is épp úgy vonatkozik. So whatever there is, it also applies to me. Nem lehet megúszni. You can't get away with it. Az igazság, ha az, akkor az érvényes mindenkire. If something is true, then it's true for everyone. No way out. Not only for Hungarians. Ebben a regényben. I'm talking about the book. Yeah. Meg hát mégis csak a magyarok állnak hozzám a legközelebb, hisz magyar vagyok. And since I am Hungarian, it's Hungarians that are closest to me. Uh-huh. Ahogy Thomas Bernhardhoz is az osztrákok álltak a legközelebb. Just like Austrians were the closest to Thomas Bernhard. Bár az mérhetetlenül zavarta. However, he was very much troubled by it. Perhaps now we should ask the Dutch translator on the stage, because I was thinking, well, how do you translate or bring all this thought and Hungarianness into Dutch? If you don't mind if I take my pills and drinks. No problem. Because I have a terrible cold, so yeah. I want to save you from my coughing fits. Thank you. Well, perhaps before we go into the how you translate this Hungarianness into Dutch, how do you become a Krasnauer? That's a difficult name. Krasnahorka. Laszlo. Yes. How do you become Laszlo's translator? Because you just ring him up and say, "Hi, I would like to translate your book." No, by having read his books and having tried to convince the publisher for years to publish him, and finally they did it. So you just offered yourself as a translator. Now, I don't know any... No. I translated it when they decided to publish yes, it. Yes, but you contacted the, yes. the publisher. Now, I don't know any Hungarian, but is it a difficult or easy language to translate into Dutch? I don't know, because I don't translate from other languages. It's difficult. It's difficult because Hungarian is quite different from Dutch, but that also makes it easier in a certain sense. I always think it's difficult to translate from German because you have to make sure that you don't stick too much to the original because it's so close. But, I did some research and I read somewhere that... I read somewhere that in Hungarian you can kind of play with the position, you put certain words which you can't in Dutch. So how do you solve this? Certainly with these long sentences. Certainly, Hungarian word order is more free than it is in Dutch, which means that sometimes in those long sentences, especially when they are not only long, because they exist of actually shorter sentences with a comma between them, but really very complicated syntactical structures,
which you see more in also here, but much more in the Melancholy of Resistance. You have to take the sentence into parts and put them together again, because it has to fit syntactically. Mm-hmm. Yeah. Because you told me before that you kind of form the sentences in your head before you write them down. Yeah, because I'm working in my head. Yeah. So that makes a difference. Hosszúak ezek a mondatok, igen, vagy hosszúak ezek a mondatok, persze, de nagyon szigorúan szerkesztettek. Tehát azért itt minden erősen a helyén van. Én rám nagyon erősen hatott a latin nyelv, és valószínűleg onnan jön ez a fajta a struktúra iránt érzett szigorú önvizsgálat, hogy úgy mondja. Yes, these sentences are long. However, they are strict. They are the structure, the grammatical structure is very strict, and I have been very strongly influenced by Latin language. So this is why I am always supervising myself structurally when I write. Mm. So you have to take this into account when you translate it, or not? Yes, certainly. And do you contact him? Because that's what I hear of translators, that they have a lot of contacts. When they have a question, they just mail them or something. So do you... Actually, Laszlo is a very translator-friendly author. Actually, he was the one who contacted me when he heard that his book was going to be translated into Dutch. When I got the assignment to translate Satan's Tango. So he contacted me through the publishing house and offered his help, and I did use his help. I asked him many questions. Mm-hmm. Yeah, I can imagine. Now, there's four books. Three have been translated, and one in the middle hasn't. Well, actually, War and War. My idea was that Satan's Tango and The Melancholy of Resistance and Baron Wenkheim's Homecoming form kind of a trilogy, but then I heard in an interview from Laszlo that he considered these three and War and War in between as a quadrilogy. Mm-hmm. Tetralogy, yes, that's it. Quadrilogy is also good. Tetralogy, no, of course, I should have known. But yes, I would be happy to translate it. Unfortunately, I just heard in The Hague, I actually don't know if it's already public, but I know that publishing has plans to publish War and War. Yeah. So I'm very happy about that. Great, yeah. Do you have any more thoughts about translating, Laszlo? Because Sorry? Do you have any more thoughts about translating Laszlo's books? Yes, it would be nice. It would be nice, but it depends on the publisher. Oh yeah. No. I mean. Oh, about translation. Yeah. Yeah. Well, you mean what it makes difficult or what's special about it? Or? Well. Well, it's of course I could ask you give us an example, but well. But Yes, that's quite difficult, especially when we are talking about a translation from Hungarian into Dutch and we are doing it in English. But actually these long sentences, for example, this fragment that was read by our actor is one sentence, it's six pages, mm-hmm. but it's not one long period. If he wanted to, he could have put some full stops in it grammatically. And in this text, he switches back and forth between direct speech and indirect speech, and this form in between what they call free indirect speech. And that works differently in Hungarian, grammatically.
mert hogy a magyar nyelvben nincsen meg grammatikai értelemben ez a közvetett. Well, it doesn't influence word order, or that's what you mean, or it has mint no. Mint a németben vagy a yes, holland. And it has no influence on verb tenses. Yeah. For example, if you say, I said that the weather is beautiful. The weather I told you the weather that was beautiful. You have to say in English, yeah. But in Hungarian you say. I told you the weather is beautiful, which means that after such a sentence, and of course it's not such a short sentence, but quite a long sentence, but then let's say the tense of the storyteller of telling is past tense, and then you have this voice of some character that is in Hungarian in present tense, whether if it's free indirect speech or a direct speech, so he can switch. He can start with indirect speech and it goes into direct speech and then in between. And I noticed when I was following the English translation during the reading that I also sometimes changed it because it doesn't fit in Dutch. And I saw that Tillema said the English translator changed it at some other places than where I did. It's probably because she needed that for the English translation, but it was quite funny. That's one of the things that makes it, but it's a technical thing, but translation is for a part a technical thing. Yeah. A scriptor dolga is tulajdonképpen ilyen technikai. Just like the scriptor's job, it's technical. Én csak leírom. I only describe. Ez az én egyetlen feladatom. This is my only task. Yes, and I describe in Dutch what you describe in Hungarian. Mert van abban valami szélhámosság egyébként, hogy engem itt, mint autort kérdez, miközben egy olyan könyvről beszélünk itt, aminek minden egyes szavát Mrs. Alföld írta. There is something not straightforward about asking questions from me as an author while we're talking about a book that in which every single word has been written by our translator here. Yeah. Yes, the words are mine, but they tell what you told. In Hungarian, yes. Yes. But not in Dutch. No, not in Dutch. You are the author for this Dutch book. Yes, but those characters. Ezzel egyszer szembe kell nézni. Yes, you will have to face it at some point. Yes, but the characters don't come to me from their non-existent space. They come to you. Igen, my wonderful Russian translator helped us to say Mrs. Alföldi translated not words but Krasznahorkai, and this is of course a very big difference, of course, and in this case this is not just technical question. A pszichiátriai klinikán ott vannak ilyen. Ott a pszichiátriai klinikán ott lehet. At the psychiatry you might find some similar cases. Yeah. What strikes me is that when you talk about translation, it's the only thing you say in English. You don't. This is all very meta. Yeah. Absolutely. This is very. Who is the speaker? Who is the speaker? This is for me a very important question, and unsolvable until now. Who is the speaker, really? Most hagyjuk Wittgensteint, persze. Let's not get into Wittgenstein. Meg kell próbálni nélküle. We must try without him. Én rajta vagyok. I'm trying. Rajta vagyok. I'm on it. On it. Yeah. Yeah. All in all, your books aren't very hopeful, are they? I mean, this one ends in
apocalypse. There's a huge. Yeah. He belongs to the story. Yeah. To our story. Yeah. I mean, I don't. By telling this, I don't throw away or give away the essence of the book, do I? I mean, you have this very bleak view on everything. I mean, where does it come from? What is there no hope? I mean, I saw hope at the end, but that's my next question. But I may be wrong. Hogy honnan jön ez? Hát onnan, hogy valóban mindennek ez a vége. Hát megszületnek a dolgok, és eltűnnek, megsemmisülnek. Where this comes from? Well, it comes from the same origin as all the things. They are born and then they disappear. This is what happens all the time. Yeah. Ebben igazából nincs semmi különleges vagy újszerű, egyszerűen mindennek az a vége. Hát azért van ez a fogalom, hogy valaminek vége van, mert mi egy tartam szerint ítéljük meg a létezés folyamatait, és ott a tartamnak van eleje, közepe, vége, van egyfajta határoltsága. There is nothing new or special about this. We think in periodic terms. We think in time, and the notion, the concept of an ending can only exist because we think in partitioned periods of time. There is a beginning, there is a middle, and there is an end. Tehát már pedig az emberi sorsoknak körülbelül az a vége, hogy jön egy úgynevezett last judgment. And the fate of humanity or of humans' fate end by the arrival of the last judgment. És itt nem kifejezetten az apokalipszisről van szó. And we're not talking about apocalypse here. Mert nagy tévedés azt gondolni, hogy ha rosszul viselkedünk, akkor majd valamikor jön az apokalipszis. Because it's a big misunderstanding to think that if we don't behave well, then the apocalypse will come one day. Az apokalipszis az, amiben élünk. Apocalypse is what we live in. Remélem nem szóltam túl későn. I hope it's not too late for you to know. That's what I mean with a hopeless vision. I mean, but in the end, I thought there was hope because there's one little boy who comes from an orphanage. And who's not so smart, mm-hmm. One could say, and he's the one survivor, yeah. After the huge fireball that strikes, and he's sitting there swinging his legs, and he sings, well, I don't know what it is in English, of course, I read it in Dutch. But in English, he is brand, and there is no, and there is geen water. I mean, it's a kind of, it's the image I, and well, it's kind of hopeful. I mean, the world is for the, well, the naive, simple people. The mic is dead. Okay. Elég kegyetlen velünk az élet. Egy másik könyv. Appa. Ez is elment. Elég kegyetlen velünk az élet, hogyha egy apokalipszist úgy lehet csak túlélni, hogy az egyetlen idióta éli túl. Korábban ez azért valahogy jobban alakult. Ha jól emlékszem, akkor a Noé az nem volt idióta. Ma már ott tartunk, hogy a túlélő, a véletlenek okán túlélő, az pont a könyv egyetlen idióta szereplője. So life is not very merciful to us if the only survivor is the idiot or the moron of the village. In previous stories, it was a Noé who survived, but in our times, régen minden jobb volt. Through accidents, it's the idiot who survives. In the old times, everything was better. De valóban így gondolom, hogy van egy nagy félreértés az apokalipszis fogalom és szó használatában, hogyha ott a görög
gyökér, szógyökér, jelentés gyökérre néznek, akkor megértik, hogy miért beszélek így. But I really do think that there is a big misunderstanding about apocalypse and how we use it, where the word's origin is. If you consider the Greek meaning, the meaning of the Greek word, then you will understand what I'm talking about. Hát ebben vagyunk, szóval minden pillanat az utolsó. So this is what we are in, and every second is the last. Ez, de érti? Minden pillanat az utolsó. Do you understand? Every second is the last, of course. Yeah. Egy pillanat, és kész. Because it's just one second. It happens only once, and then it's gone. Egy pillanat, és kész. One second, and it's gone. Egyáltalán nem. Nincs egy folyamatosság. Nyilván érzékeli. There is no continuity. Csak ilyen kvantumugrások vannak. There are only quantum jumps. És fogalmak nincs, hogy tényleg ugrik-e. And we have no idea whether it really jumps. Lehet, hogy ez a pillanat az utolsó. Maybe it is the last second on Earth. Yeah, but this makes me think about the Greek philosopher Zeno with this arrow that would never reach. Zenon viccelt. He was joking. Ő csak bosszantani akarta a görög filozófiát. He only wanted to annoy Greek philosophers. So perhaps if I see this likeness between Zeno and you, you're only writing to annoy the other writers or your readers. Zenon egy génius volt a maga módján. Zeno was a genius in his own way. Hogy hasonlíthatnám magam hozzá, nem. How could I ever compare myself to him? De nagyon világosan lehet érteni, hogy miért maradt fönt, és miért lett ennyire fontos az apóriáival. But we can understand, it's very clear why he has such an afterlife with his apórias. Apórias? Apórias. Tudnék, ő figyelmeztetett először ennyire világosan arra a tényre, hogy az emberi logika az csak abban a kicsi körben érvényes, amelyre mi használjuk. Nem is vagyunk képesek másként használni. De ez a logika nem alkalmas arra, hogy magát az univerzumot megragadjuk vele. Because he was the first to warn us that human logic can only be applied and be valid in the very limited and small scope in which we can apply it. And human logic will never be able to describe or understand the universe. Valami nagyon nagy problémát érzékelt Zénon, ahogy az emberi logika működik. He sensed that there was a huge problem in the functioning of human logics. Persze aztán Arisztotelészék és megoldották a dolgot. Of course the others who came after him, Aristotle and the others, they solved the problem. Mert megkerülték a Zénon. Ők az apóriákat oldották meg. By circumventing it, they solved the apórias. De ezek az apóriák Zénonnak csak példák voltak arra, hogy működik, mennyire önmagába harapó kígyó az emberi logika. However, these apórias for Zénon only served as an example of how how human logic was a snake biting its own tail. It was returning into itself. Ez nem a végszó. This is not the final word. You're more of a philosopher than a writer. Not more. Érzem, hogy elmentünk a végső határokig. Yes, I can feel that we are at the limit of your patience. Yeah. So perhaps you will, would you be so kind of to read something in Hungarian? Maybe the same what we heard, but not so long. Just a few lines in Hungarian. Just for the music, thanks. Just for the music in this barber pearl in the Hungarian language. Warning, figyelmeztetés. Warning, figyelmeztetés.
kivett egy almát a gyümölcsös kosárból. Megdörzsölte, felemelte a fénybe, hogy megvizsgálja, ragyog-e mindenütt. Aztán odaemelte a szájához, mintha bele akarna harapni, de nem harapott bele, hanem elvonta a szájától, és elkezdte forgatni a tenyerében, miközben lassan végighordozta pillantását az előtte áldugáló egybegyűlteken. Aztán keze az ölébe hanyatlott az almával, mélyet sóhajtott, kisé hátradőlt, és a hosszú csend után, mely az ég adta világon nem jelentett semmit, azt mondta, szólítsák, aminek akarják. Belő azt ajánlja, inkább ne szólítsák sehogyan. Mert mondhatná, hogy így vagy úgy, csak ennek semmi értelme se volna. Mivel ő semmiképp nem érezné megszólítva magát. Maguk engem? Mondta fémes hangon. Egyszerűen soha nem fognak tudni megszólítani. Mert maguk nem tudnak bánni a megszólításokkal. Elég nekem, ha a hangszereikkel bánnak valahogy, mert erről lesz mostantól szó. Hogy valahogy bánniuk kell a hangszereikkel. Meg kell szólaltassanak valamit. Megszólaltatni emelte fel a hangját. Nincs azután, nincs azelőtt, és az elismertes szegényes béren kívül jutalom sincs természetesen. Se öröm tehát, se vigasz. Nem lesz. Ha kész leszünk, akkor kész lesz, és ezzel ennyi. De el kell áruljam maguknak. Árult el most. És az a fémes hang, mintha enyhült volna valamicskét. Hogy nekem se lesz az. Nem lesz öröm. És nem lesz vigasztalás. Vagy hogy megállapodásokat követően maguk mit gondolnak, mit éreznek, vagy tesznek. És egyáltalán, hogy részvételüknek ezt a szánalmas voltát mivel magyarázgatják majd. Azaz, hogy mit hazudoznak össze maguknak. Nem csak erről beszélek. Hanem, hogy nekem sincs örömöm ebben az egészben. És az én bérem se állítható szembe azzal, amit itt produkciónak nevezhetünk. Meg kell legyen, mondta, mert meg lesz. És ennyi az egész. Nem szeretem és nem utálom magukat. Tőlem akár fel is fordulhatnak. Ha az egyik kiesik, majd jön a helyére más. Én látom előre, mi lesz. Én hallom előre, mi lesz, és meg lesz. Öröm és vigasz nélkül, hogy többé ilyesmire már ne kerüljön sor. Nem örülök tehát én sem, ha magukkal, muzsikus urak, a színre lépek. Nem leszek boldog egy fikasznyit se. Ha a lehetőségre történt megrendelés szerint minden valóra válik. Ugyanis, és ezt akartam még búcsúképpen mondani maguknak, nem szerettem a zenét. Vagyis amit mi most itt együtt össze fogunk hozni, azt bevallom, nem szeretem egyáltalán. Mert én vagyok az, aki mindössze felügyel itt. Én vagyok, aki nem létrehoz, csak jelen van minden hang előtt. Mert én vagyok az, aki Isten igazából ennek az egésznek csupán a végén.